járnám az iskolában. Ezzel a videóval szeretnék segíteni a döntésben. Amikor majd újra eljöttök hozzám, már ismerősként léptek be az iskola kapuján. Nézzétek csak, milyen kicsi hátizsákkal jöttünk ma iskolába. Nálunk csak hétfőn és pénteken nehéz az iskolatársa. Már hétközben nem kell hazavinni a könyveket és a füzeteket. Persze, ha szeretnéd, megteheted. Délutánként pedig valamelyik tanítónénivel oldjuk meg a házi feladatokat. Így hétközben otthonra már nem marad feladatotok. Most valamra fel! Fedezzük fel együtt az iskolát! A bejáratnál már várnak minket a tanítónénik. Jó reggelt kívánok! Mielőtt benéznék az osztálytermekbe, megmutatunk párat a kedvenc helyeink közül. Számítógépezni mindenki szeret. A felnőttek szerint többet nyomjuk a billentyűt, mint kellene. A játék mellett azonban nem árt megtanulni komolyabb dolgokat is. Nézzétek, mennyi gép van az infóteremben. Mi tagadás legtöbb diáknak a tesszük kedvenc órája. A mi iskolánknak két tornaterme is van. Nézzük meg, mit csinálnak a nagyok. Ha szereted a jó könyveket, az érdekes történeteket, akkor az iskolai könyvtárban is találhatsz magadnak olvasni valót. Vigyázat, ez az a hely, ahol illik csendben lenni. A termeinkhez közel itt a büfé is. Innen mindig finom illatok áradnak. A délelőtti órák után már korog a gyerekek pocakja. Hallgassunk be az ebédlőbe is! Itt délidőben mindig nagy a nyüzsgés. De ne aggódjatok, itt mindig az elsősök ebédelnek először. Most pedig nézzünk be az osztálytermekbe. Hallgassátok meg a tanítónéniket. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Cirok Juditnak hívnak, Judit néni vagyok. Az első A osztály egyik tanítónénie is én leszek. Több mint 20 éve tanítok, 5 éve dolgozom a Gárdonyi Géza általános iskolában. Szülőként tudom, milyen ijesztő dolog gyermekünket egy új közösségbe beiratni, és az első iskolai tapasztalatok milyen meghatározóak. Ezért lényegesnek tartom, hogy tanítványaim jól érezzék magukat az iskolában. Türelemmel, sok játékkal, játékos feladatokkal igyekszem elérni, hogy minél könnyebb legyen az iskolába való beilleszkedés, és hogy a rám bízott gyerekek vidám, nyugodt, szeretetteljes légkörben tanuljanak és fejlődjenek. Magam is szeretek esztétikus, barátságos környezetben dolgozni, ezért az osztálytermüket is ilyenné varázsolom, hogy jól érezzék magukat ott, ahol a mindennapjaikat töltik. A gyerekek nagyon kedvelik és szívesebben tanulnak az általam is használt munkaformákkal, a páros és csoportmunkával, amely az együttműködésüket is fejleszti. Hangsúlyt fektetek arra, hogy minden kisgyermek a maga képességeinek megfelelően a saját tempójában tudjon haladni. Úgy gondolom, egyedül nem megy. Fontosnak tartom az együttműködést, a kapcsolattartást a szülőkkel. Egymást támogatva, segítve tudjuk biztosítani gyermekük megfelelő fejlődését. Meggyőződésem, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, fontosnak tartom a kreatív, alkotó tevékenységet. Hangsúlyt fektetek arra, hogy ezt a tehetséget ki is bontakoztassam. Bátorítom tanítványaimat, hogy vegyenek részt különféle versenyeken, legyen az egyéni vagy csapatverseny. Odafigyelek, hogy tanítványaim elfogadóak legyenek, és szükség esetén segítsenek egymásnak. Kolléganőmmel a tanítás mellett törekszünk a gyerekek szabadidejének hasznos és vidám eltöltésére is. Különféle osztályprogramokkal tesszük színesebbé a hétköznapokat, mint például mozi és színház látogatásokkal, különféle kirándulásokkal. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A nevem Pungor Hajnalka, Hajni néni. Én leszek az első A egyik tanítónénie.
Közel 30 éve vagyok a pályán. Óvónőként kezdtem, így tisztán látom, mekkora szakadékot kell átugrani az elsős kisdiákoknak. Tanítónéni társaimmal azon fáradozunk, hogy ez az átmenet könnyen menjen. Fontos, hogy élményeken alapuljon a tanulás, az órák jó hangulatban, vidáman, játékosan teljenek, minél könnyebb legyen a tananyag elsajátítása. A tanítás mellett szívügyem a gyerekek érzelmi nevelése. Saját és mások érzelmeinek megélése hozzásegít őket a problémák helyes kezeléséhez, a társas kapcsolatok javulásához. Boldog vagyok, ha látom, hogy együtt örülnek mások sikereinek. Jó érzés tudni, hogy nekik is fontos, és tesznek is érte, hogy mi egy csupa szívosztály legyünk. Magam is szeretek alkotni, így kézműves tevékenységekkel próbálom fejleszteni a gyerekek kreativitását. Nagy öröm nekik, ha az osztályukat saját készítési munkáikkal varázsolhatják otthonosabbá, családtagjaikat, barátaikat egyedi ajándékkal lephetik meg. Lényeges feladatnak tekintem a környezettudatos nevelést is, nem csak azért, mert ökoiskola vagyunk. Érezniük kell, hogy az élhető, fenntartható környezetünkért milyen sokat tehetnek ők is. A Cetelem zöldsuli pályázaton tavaly munkánkkal projektort nyertünk, így digitális oktatással is tudjuk színesíteni a munkánk. Judittal 6 éve dolgozunk együtt. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert csemeténkkel tölthetjük a délutánt is, nem kell más tanítónéninknek betanítani nálunk. Így több lehetőségünk van az egyéni segítségnyújtásra, tehetséggondozásra, és a szabadidőben a jóízű beszélgetésekre. Minden gyermek más úton jár, a lelkéhez is más út vezet. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, elengedhetetlen a szülők támogatása. Egymás segítve tudjuk elérni, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottan, boldogan éljék meg az iskolás éveiket. Szeretettel köszöntök mindenkit! Elekné Nagy Tímea, Timi néni vagyok. Pár mondatban szeretnék bemutatkozni. Ízig-vérig Gárdonyis tanítónéni vagyok, hiszen a főiskola elvégzése után egyszerre itt kezdtem dolgozni. Egy számomra új tanítási rendszerbe, az iskola otthonba cseppentem bele, és bár a neve azóta megváltozott, az iskolánk megtartotta a két tanítós rendszert. Örülök, hogy most is így taníthatok, mert sok előnye van ennek. Fontosnak tartom, hogy a délelőtti tanórákba beépítsük a mozgást, a vidámságot, hiszen a kicsi gyerekek érdeklődését nem könnyű fenntartani. A játékra fordított idő viszont nem hiába való, hiszen a mosolygós gyerekekkel könnyebb a munka. A délutáni tanórákon pedig folytatni tudjuk a reggel megkezdett feladatokat, gyakorolunk vagy ismételünk, ha kell. Zsuzsa nénivel már a harmadik osztályunkat kezdjük így, és egymást kiegészítve nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Angol nyelvoktató tanítószakon végeztem, így érthető, hogy szívem csücske a nyelvtanítás is. Azt gondolom, nagy előny, ha a gyerekek már kicsi korban megismerkednek az angol nyelvvel. Persze játékos formában. Angol órákon verseket tanulunk, dalolunk, mozgunk, tornázunk. Így az óra élmény is, nem csak tanulás. Szeretettel köszöntök mindenkit. Somlai Zsuzsanna, Zsuzsa néni vagyok. A Szilveszter iskolában kezdtem pályafutásomat, dolgoztam Sáriban, az iskola összevonás után kerültem ide, a Gárdonyiba. 32 év alatt sok gyereket tanítottam, akik közül többel már szülőként találkozom itt újra. Az évek során mindig fontosnak tartottam, hogy ne csak tanítsam, hanem következetesen neveljem is a gyerekeket. Szívügyem volt a tanulásban nehezebben haladó tanulók felkarolása, ezért is végeztem el a fejlesztő pedagógus képzést. Napjainkban egyre több az olyan kisgyerek, aki segítségre szorul, így a tanítás mellett a délutáni foglalkozásokon játékos fejlesztő órákat is tartok. A két tanítós rendszernek köszönhetően több időt tölthetek a gyerekekkel, jut idő tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre is. A jó közösség építéshez szükség van szabadidős programokra is, osztályunkban hagyománnyá váltak az őszi séták, Halloween partik, készülünk a karácsonyra, húsvétra, farsangra. A tavasz, a kirándulások időszaka, amiben igyekszünk a szülőket is bevonni,
akár egy biciklitúrára, akár a szokásos évvégi szalonnasütésre, ahol mindig jó a hangulat. Délutánonként többféle foglalkozás közül választhatsz. Ha szeretsz énekelni, vagy szereted a zenét, járhatsz zenekarra. Ha mindened a mozgás, mehetsz focira, szivacskézire, vagy pingpong edzésekre is. Ha érdekel a sakk, vagy valami idegen nyelv, akkor játékos foglalkozások várnak rád. De még a horgászok is találnak maguknak elfoglaltságot. Várunk benneteket szeretettel!